Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Tej televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Folytatódnak a programok Szekszárdon, néptáncfesztivál és borlovagrendi ünnep is lesz. A fürdőzés veszélyei, csak az arra kijelölt vízterületen szabad strandolni. Jótékonysági vásár Hőgyészen egy kisfiú gyógyulásáért árultak süteményt. Fiatal tehetségprogram, tudásra éhes gyerekek jelentkezését várják az MCC-be. Újabb programok várják a Szekszárd és környékén élőket, ugyanis június 11-én rendezik meg az első Kárpát-medencei Csóri Sándor Népművészeti Fesztivált, ahol közel 900 táncos lesz jelen, illetve ugyanezen a napon tartja az Európai Borlovagrend is az avató ünnepségét, aminek a Vármegyeháza ad majd helyet. A hétvégén megrendezésre kerülő első Kárpát-medencei Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál és az Európai Borlovagrend avató ünnepségéről tartottak sajtótájékoztatót a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Mindkét rendezvény június 11-én szombaton lesz és egész napos programot kínál. A Borlovagrend avató ünnepsége a Vármegyeházában kap helyet, amit egy látványos program előz majd meg. Minden ünnepségünk egy avatási felvonulással kezdődik, amikor is a Béla téren a megjelent vendégeink, előlépők és belépőinkkel együtt a Béla téren teszünk egy nagyon-nagyon nagy szép kört. Egy zenekar, egy fuvoly zenekar lesz a menet elején, és ennek az ünnepségnek egy hangulatot emelő, egy olyan szintet hozó, hogy méltóság teljessé tegye. A Magyar Korona is jelen lesz, a korona örökkel, a Magyar Korona másolata, természetesen az eredetit nem lehet elhozni. A Tolnai megyeszékhelyen először rendezik meg a Népművészeti Fesztivált, aminek a leglátványosabb része a felvonulás lesz, illetve a Táncol a tér elnevezésű esemény, ahol a Béla Király téren 37 egyesület 900 néptáncosa fogja egyszerre muzsikával, énekszóval és tánccal megtölteni a teret. Az egyedisége a programnak, hogy ugyanezen a napon 30 határon belüli és határon kívüli városban is megrendezik ezt az eseményt, közel 25 ezer néptáncos, népzenész részvételével. A népművészetet közelebb hozzuk az utca emberéhez, nem koreográfiák és színpadi művek lesznek láthatók, hanem az a fajta saját tánc, amit a székelyek, a németek, a koppánymentiek, a sárköziek táncolnak. Magyarul mi ezt úgy hívjuk, hogy improvizatív táncokat látnak, ami azért is érdekes, mert bevonhatóak az emberek pillanatok alatt ezekbe a dolgokba, és ez is a cél. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere elmondta, öröm, hogy miután sikeresen lezajlott a Pünkösdi Fesztivál, már is újabb rendezvényen vehetnek részt az emberek. Örülünk annak, hogy itt folyamatában ilyen színvonalas rendezvények vannak, és én azt arra szeretném felhívni a figyelmet, arra szeretnék kérni mindenkit, hogy gyakorlatilag itt látva a komoly előkészületeket és a látványos programra való felkészülést, minél többen vegyünk részt, tiszteljük meg a rendezvényeket, és természetesen egy tartalmas szórakozást is nyújtanak ezek a lehetőségek. Június 11-én szombaton 9 órától egészen estig vehetnek részt az érdeklődők a város több pontján megrendezésre kerülő programokon. Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója zajlik jelenleg a háború sújtotta Ukrajna megsegítése érdekében, és ez egészen addig folytatódni fog, amíg szükség van rá, közölte Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter szerdán. Emlékeztetett rá, hogy eddig mintegy 740 ezer menekült érkezett Magyarországra Ukrajna irányából, közvetve vagy közvetlenül, és a hatóságok mindegyikükről gondoskodtak. A hosszabb távon is maradni szándékozókat pedig a munkavállalásban is segítik, gyermekeiket beiskolázzák. Aláhúzta, hogy már elérte a 2000 tonnát az Ukrajnába szállított humanitárius adományok mennyisége, és az akció folytatódni fog, amíg arra szükség van. Szijjártó Péter rámutatott, hogy a kormány nemrég 5 elemből álló, összesen 37 milliárd euró értékű támogatási csomagot ajánlott fel az ukrajnai humanitárius helyzet javítása érdekében. Németh Szilárd a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a júliusi nyugdíjemelés mellé a kormány egy összegben utalja majd el a fél évre visszamenő nyugdíjkorrekciót. A magyar kormány évközi emelést hajt végre a tartósan magas infláció miatt, melyről már döntés is született.
A magyar nyugdíjasok 2022. júliusától 3,9%-kal több pénzt kapnak, emellett egy összegben fog érkezni a nyugdíjkorrekció az első fél évre visszamenőleg. A fogyasztói árak átlagosan 10,7%-kal haladták meg májusban, az egy évvel korábbit 1,7%-kal nőttek egy hónap alatt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal szerdán. A közlemény szerint az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább. Az év első 5 hónapjában a fogyasztói árak az összes háztartást figyelembe véve átlagosan 9, a nyugdíjas háztartások körében 8,7%-kal emelkedtek, írta a KSH. Az idei strandszezon első két áldozata Balatonban vesztette életét a napokban. Szakemberek szerint a fürdőzni vágyóknak fokozottan figyelnie kell a szabályok betartására, a merülőhely megválasztására és a vízsodrás erősségére is. Sok alkalommal gondot okoz, ha valaki kimerülten vagy fáradtan merészkedik a vízbe. Ilyen esetben romlik az ember ítélő képessége is. Míg 2020-ban összesen 8 ember vesztette életét a vizekben, addig 2021 első fél évében már több mint 10. A jó idő megérkeztével Magyarországon is kezdetét vette a strandszezon, és sajnálatos módon már két kamasz fiú fulladt a Balatonba a napokba. Hogy lehetőség szerint a józanész és a szabályok betartása mellett úszkáljanak, fürdőzzenek, csónakázzanak, szappozzanak, és mondhatnék még ezer ilyen dolgot, de megemlíthetném csak akár simán a horgászokat, hiszen azért az elmúlt durván 22-23 év alatt azért nem egy esetben volt, hogy sajnos horgász szenvedett balesetet. A szakértő szerint sokan rosszul mérik fel képességeiket, amikor vízbe mennek, és nincsenek tudatában a valós távolságokkal. Ami szemre közelnek tűnik, az a vízben távolabban, mint gondolnánk. Elfáradnak, kifulladnak, begörcsölnek, megijednek, félrenyelnek, és a többi, és a többi, és azután egy láncreakciót indít el, aminek sok esetben tragédia a vége. Ezekről próbálnánk őket lebeszélni, tehát hogy mindenki, ha lehet, a képességeinek megfelelően vegyen részt az ilyen fürdőzésekben és az ilyen hasonló dolgokban. A nyári időszakban naponta körülbelül 300 ezer ember mártozik meg a Balatonban, a 138 hatóságilag kijelölt fürdőhelyen. A nagy sodrású folyók viszont még nagyobb veszélyt rejtenek, mint az állóvizek. Ezeknél általában a nem áttetsző víztükör és a valós medermélység is problémát okoz. Vízi járművekre szállva mentő mellény használata ajánlott, mert a tragédia bármikor megtörténhet. Jótékonysági süti vásárt és adománygyűjtést szerveztek Hőgyészen a 10 éves Áron gyógyulásáért. A közösség egy emberként állt a kezdeményezés mögé. A magánszemélyeken kívül a település önkormányzata ezidáig 250 ezer forinttal támogatta a leukémiás kisfiú családját, akinek a gyógykezelésre járás is nagy teher. A süteményeken kívül számos tombolatárgyat ajánlottak fel a helyi és környékbeli lakosok, vállalkozók. Köszönöm szépen! Sütemények tömkelegével telt meg a Hőgyészi Művelődési Házban felállított asztalsor, amelyek eladása egy helyi kisfiú gyógyulását segítik. A becsületkasszába bedobott összeggel a több mint egy éve leukémiával küzdő 10 éves Áront támogatták a helyiek és környékbeliek. A gyógykezelésekre járás felemésztette a család tartalékait, így a helyi civil szervezet ezzel a kezdeményezéssel szerette volna segíteni a szülőket, tudtuk meg az elnöktől. Egy helyi kisfiú, akit az egész falu ismer, és sokunk gyermekének csoportása volt az óvodában, érte folyik a gyűjtés. Egy leukémiás kisfiú, akinek a családja elég nehéz körülmények közül közé került anyagilag ez miatt, a betegség miatt, és ezzel szeretnénk mi a családot támogatni. Ahogy mondják a helyiek, ha ezzel segíteni tudnak a családnak, akkor azt szívesen teszik. Az előző évi gyereknapon már volt egy hasonló megmozdulás Áron gyógyulásáért, most is egy emberként állt a térség a megszervezett esemény mögé. Van egy vegyes pultunk, ahol lehet vásárolni házi lekvárokat, házi szörpöket, ki mit felajánlott a faluban és a közeli faluvalvakban is, mert nem csak hőgyésziek, hanem hőgyész környékiek is jöttek minket támogatni, illetve tombolánk is van, nagyon sok értékes nyereménnyel majd a végén. A település önkormányzata ez idáig 250 ezer forinttal támogatta a leukémiás kisfiú családját, és ahogy Máté Szabolcs polgármester fogalmazott, a továbbiakban is minden segítséget megadnak nekik.
1646 új koronavírus megbetegedést igazoltak az elmúlt héten idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.921.486 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.571 főre emelkedett. 292 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 13 újabb fertőzöttet regisztráltak 7 nap alatt, ezzel a járvány kezdete óta 40.470-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Újabb nyílt napot szervezett a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képviselete, ezúttal Bonyhádon a Perccel kúriában. A tájékoztató délutánon a szülők betekintést nyerhettek az intézmény tehetséggondozó programjának képzési kínálatába, a gyerekek pedig belekóstolhattak a robotika tudományába. A szeptemberben induló évfolyamban június 30-áig várják a tanulók jelentkezését. És ezzel fel is szereltük a vezérlőegységünknek, mondhatjuk azt, hogy a robotunknak az agyát ennek a tejfölös doboznak a tetejére. Üres tejfölös dobozból készítenek robotot a gyerekek a Matthias Corvinus Kollégium nyílt napján. Bonyhádon a Perccel kúriában tartott tájékoztatón a szülők és a gyerekek is betekintést nyerhettek a fiatal tehetségprogramba. A komplex képzési rendszer keretein belül többek között robotikát tanulhatnak a gyerekek. Daradics Balázs egy éve tagja a FIT programnak, ő azt mondja, azért jelentkezett, mert több tudásra vágyott. Próbáltam valami új kihívást szerezni magamnak, mert eddig az iskolában csak kiváló voltam, és gondoltam, hogy itt valami az iskolán és a tanításon túli tanulmányi fejlesztést kaphatok. A Fiatal Tehetségprogram élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó képzés, melyben a tanulók 5. osztálytól csatlakozhatnak be. Az általános iskolások például a robotikával találkoznak, a pénzügyi tudatossággal, az egészségügyi tudatossággal, különböző természettudományos kísérleteket végeznek. A középiskolások pedig tényleg csak néhányat kiemelve az általános vitakultúrával tudnak megismerkedni, a demokratikus vitázásnak az alapjaival, emellett pedig a jogba, a pszichológiába és különböző egyetemeken népszerű szakokba tudnak betekinteni. A program 2022-es évfolyamában június 30-áig lehet becsatlakozni egy jelentkezési lap és egy szülői ajánlás leadásával. Azokat a tanulókat várják a képzési rendszerbe, akik érdeklődőek, kíváncsiak, több tudásra szomjaznak és egy összetartó közösség tagjai szeretnének lenni. Pári község német nemzetiségi önkormányzata az újonnan nyílt tájszobáján keresztül mutatja be a svábság életét, azokat az eszközöket, amiket használtak a múltban. Az önkormányzata Bethlen Gábor alapkezelő pályázati forrásán 1 millió forintot nyert, ezt 1,2 millióval egészítette ki a saját költségvetéséből, hogy a valamikori tanástermet felújítsa. Német tájszoba nyílt Páriban, ahol az Edelweiss asszonykórus német énekeket adott elő az összegyűlt érdeklődőknek. A község német nemzetiségi önkormányzatának elnöke elmondta, hogy a hosszú évek alatt gyarapodó gyűjteménynek ez már a negyedik, és remélhetőleg utolsó állandó helye. Volt régen-régen több évtizeddel ezelőtt egy teljes tájházunk, ahonnan ki kellett költöznünk, és azután ez a gyűjtemény gyakorlatilag szobáról szobára vándorolt. Hát most az a reményünk, hogy ez már így a végleges helye lesz a gyűjteménynek, amit folyamatosan tudunk esztán is gyarapítani. Az ingatlan nem a miénk, tehát gyakorlatilag béreljük csak ezt a helységet egyelőre, viszont a felújítás az már teljesen a mi büdzsénkből ment. A tájszoba felújítására a Bethlen Gábor alapkezelő pályázati lehetőségét használták ki az önkormányzatban, amelyen 1 millió forintot nyertek, és ezt egészítették ki saját költségvetésből további 1.200.000 forinttal. A felújítás következő célja a vizesből kialakítása lesz. Az ünnepélyes keretek között átadott tájszoba berendezésekor figyeltek arra, hogy tükrözze őseik idejét, hangsúlyozta a nemzetiségi önkormányzat alelnöke. Ahogy a régi szobák annak idején be voltak rendezve, ahogy az ágyak be voltak vetve, ahogy a kisbabát a bölcsőbe ringatták régen, és ahogy a szekrények álltak, ahogy a bútordarabok elhelyezkedtek, az most mind látható. És nagyon sok tutyi is előkerült, ami igazából a asszony népségnek, a hölgyeknek, nőknek a kézügyességét tükrözte.
A későbbiekben a többi helységet is szeretnék felújítani, így a gyűjtemény minden darabja méltó helyre találhat majd Páriban. Regionális híreink következnek. Pályázatot írnak ki a pécsi buszos cég vezetésére, a polgári oldal szerint mélyebb változtatása lenne szükség. Különleges szülői értekezlet, a pécsi egyházmegye papjainak szülei találkoztak. Német, magyar táncok, zenék ünnepeltek a kulturális együttesek híres házán. Pályázatot ír ki a pécsi önkormányzata a városi közösségi közlekedés bonyolító cége vezetésére. A buszos társaság jelenlegi igazgatóját cserélnék le a hírek szerint, akinek tevékenységét botrányok övezték a Tükebusznál. A jobboldali frakcióvezető szerint ennél mélyrehatóbb változások kellenének. A Városháza közleményében azt írja, a pályázat részleteit most dolgozzák ki, azt a június 14-i közgyűlésen tárják a nyilvánosság elé. Pécs önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a Tükebusz ZRT vezérigazgatói posztjára, ezt közölte kedden a Városháza. A helyi Fidesz frakció vezetője szerint botrányt botrányra halmozott az eddigi vezérigazgató. Leszólta a buszvezetőket, az utasokat, miközben a pécsi közösségi közlekedés színvonala lesüllyedt, a sofőrök hagyják el a céget. Csizmadia Péter szerint a vezérigazgató távozása mégsem hoz majd igazi megoldást a problémákra. Valódi megoldás az nem Bánkot István távozása lenne, hanem Péter Fiatilla és barátainak a távozása lenne a pécsi közéletből és a város éléről, hiszen amiben ők nagyon jók, kirúgni mindenkit és felcímkézni mindenkit csak azért, mert fideszes. Valójában egyébként országosan elismert szakemberek menekültek el Pécsről, vagy üldözték el Pécsről, a pécsi cégek éléről, és ezekben a pozíciókban mindenféle sógorkoma, jóbarát került, baloldali holdudvár, holdudvarhoz tartozó személyeket láthatunk. Most a vezérigazgatóra kennek mindent a képviselő szerint, miközben a morálisan lezűlesztett céget nem lesz majd egyszerű vezetni a jelenlegi drága üzemanyagárak mellett az új igazgatónak. Pesszimista vagyok, én azt gondolom egyébként, hogy itt a közeljövőben bárki is lesz ennek a cégnek a vezetője. Itt nagyon-nagyon komoly problémák lesznek a pécsi tömegközlekedésben, ezt végsősorban a pécsiek fogják megfizetni, és akár azáltal, hogy drágább lesz a szolgáltatás, akár azáltal, hogy egyébként többet kell várniuk a buszokra, jelentős járatszámcsökkentésre kell felkészülni, én azt gondolom, még ebben az, akár az idei évben is. Jelenleg még nem lehet tudni, milyen szakmai elvárásokat támasztanak az ideális jelölttel szemben. A baloldali városvezetés közleményében azt írta, a pályázat kiírása szakmai szervezetek bevonásával és szakmai bizottság közreműködésével zajlik. A pécsi közgyűlés június 14-i ülésén dönt a kérdésben, a város közösségi közlekedési cégének vezetői posztjára kiírandó pályázat részletei ekkor válnak nyilvánossá. Kis kihagyás után idén 7. alkalommal szervezték meg Pécsen a papszülők találkozóját. Az országos esemény mintájára a pécsi egyházmegyében szolgálatot teljesítő atyák, szerzetesek szülei tölthettek el együtt egy napot. A résztvevők mind egyetértettek abban, hogy a család nagyon fontos, és ez egy jó alkalom a kapcsolattartásra, a közösség formálásra. Mi atyánk, ki vagy mennyekben? Énekes műsorral is kedveskedtek azoknak az édesanyáknak és édesapáknak, akik részt vettek a papszülők találkozóján Pécsen. A Covid miatti kihagyás okán ez idén a 7. alkalom, hogy a pécsi egyházmegyei atyák, diakónusok, szerzetesek szülei együtt töltenek egy napot. Kovács Józsefné stábunknak arról mesélt, hogy bár először nehezen fogadta fia döntését, most már örül annak, hogy megtalálta hivatását és Mária Gyűdön teljesít szolgálatot. Nagyon sok gyerek jár azóta minisztrálni. Én is egyszer, ugye elég messze lakunk, de azért időnként eljutok én is, és meghallgatom a miséjét, és azt látom én is, hogy szeretik az emberek, és látom rajta azt, hogy boldog. Az eseményen a szülők mellett papok is részt vettek. Nyúl Viktor atya úgy fogalmazott, a család nagyon fontos, az ilyen rendezvények pedig jó alkalmak arra, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot.
Ez a szülők számára is, édesanyák, édesapák számára is nagyon fontos, megerősítő tapasztalat, és megosztják örömeiket, nehézségeiket, egy közösség formálódik. De nekünk papoknak, nekem személy szerint is fontos, hogy szüleimmel ilyen módon is találkozhatom, egy közösséget alkotunk. Éppen Nyúl Viktor édesanyja volt az, aki 2013-ban elindította ezt a találkozót. Ugyanis az országos többnapos eseményt a Pest megyei Tahiban szervezik, a feljutás azonban sok már nyugdíjas szülőnek gondot okoz. Semmiféle névsor nem állt rendelkezésre, tehát azzal kezdődött, hogy az összes létező egyházmegyés papot fölhívtam, akiről még gondoltam a kora miatt, hogy lehetnek szülei. Elkértem az elérhetőségüket, és aztán végighívtam a szülőket, és elmondtam ezt, hogy mit szólnának ehhez az ötlethez, és nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, mert az egy napot azt mindenki tudta vállalni. Az idei esemény azért is különleges, mert most először tartották meg a találkozót Felföldi Lászlóval közösen, tette hozzá a szervező. A megyés püspök biztosította a szülőket arról, hogy bármikor fordulhatnak hozzá, ha segítségre van szükségük. Ünnepeltek Himesházán, a Baranyai településen a Jubileumok napja elnevezésű fesztivált tartották, ahol több kulturális együttes megalakulásáról is megemlékeztek. A faluban egyébként 2022-ben ünneplik a település 300 éves újraalapítását, így egész évben különböző rendezvényekkel várják a helyieket és a távolról érkezőket is. Táncosok a színpadon a Baranya megyei Hímesházán. Több kulturális csoport működik a faluban, amelyeket különböző időpontokban alakítottak. A Covid miatt azonban nem tudták megünnepelni alapításukat. Ezért úgy gondoltuk, hogy akkor most összevonjuk, és egy ilyen közös rendezvény keretében ünnepelünk együtt. Az egyházi kórus 25 éves jubileumát, a gyermektánc csoport 30 éves jubileumát, illetve a Rezeda Néptánc Együttes megalakulásának 15. jubileumát ünnepeljük így együtt, és bár az egyik magyar, a másik német nemzetiségi, de mivel mi itt békésen együtt élünk, nem csak a faluban, hanem a családokban is, ugye vegyes házasságokban, ezért ez nekünk semmilyen problémát nem okoz. Volt, aki a német és a magyar tánccsoportban is színpadra lépett. A jubileumok napját hétvégén tartották a településen. Hímesházán 1040-en élnek, ahol a többség magyarnak, illetve németnek vallja magát. A Baranyai falu egyébként idén ünnepli újraalapításának 300 éves évfordulóját. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Folytatódnak a programok Szekszárdon, néptáncfesztivál és borlovagrendi ünnep is lesz. A fürdőzés veszélyei, csak az arra kijelölt vízterületen szabad strandolni. Jótékonysági vásár Hőgyészen egy kisfiú gyógyulásáért árultak süteményt. Fiatal tehetségprogram, tudásra éhes gyerekek jelentkezését várják az MCC-be. Csütörtökön változóan napos, gomoly felhős, füllett idő a valószínűbb. Szorványosan kialakulnak záporok, zivatargócok, heves felhő szakadással, légesővel kísért zivatarok kialakulásához is kedvezőek lesznek a légköri feltételek. Éjjel viharos északi széllökések mellett továbbra is marad a felhős égbolt és az elszórtan kialakuló záporok. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!